Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Légy áldott, Szent István király! Érdekes volna a ma elhangzó beszédekből leginkább állami polgári beszédekből egy tartalomelemzést készíteni. Hányszor fog elhangzani a kereszténység, hányszor fog elhangzani a Szent Istváni örökség. Érdemes volna körülnézni, mennyien vannak ma a templomokba, hogy a Szent Istváni örökség alapján Isten igéjét hallgassák, és Jézus halálát, szenvedését és föltámadását ünnepeljék, és hányan lesznek majd itt a templom mellett, este a Melvédnél, hogy azt a néhány percig, negyed óráig vagy 20 percig tartó fényjátékot, pukkanásokat nézzék, hallgassák. Mi a fontos, mi a maradandó? Pillanatnyi csillogás, vagy pedig valami más, ami kiállja az idők próbáját. Mit jelent magyarnak és kereszténynek lenni? Hadd osztom meg a testvérekkel a nagyon friss élményt. Szombaton reggel beültem az autóba, és elmentem Budapest Nyíregyháza, Szatmárnémeti mellett Nagybányára. Nagybányára, ahol a várostábla három nyelven van, románul, magyarul és németül. Természetesen, ahogyan ez általában lenni szokott, a történelmi város magot mindenütt, itt nálunk is, körülépítik az új idők jeleit mutató blokkházakkal, ahová besűrűsödnek az emberek, ahol aztán
Elveszítik a családi kapcsolatokat, generációk szétszakadnak, elveszítik gyökereiket. Mégis óriási élmény volt nekem ott Nagybánya belvárosában, az egykori jezsuita templom tövében, a főtér melletti négyzetes téren, amit úgy hívnak, hogy cinterem, cemetérium, a temető, a templom köré szokták építeni a középkorban a temetőt, ebből van a cemetériumból az elmagyarosított cinterem szó. A négyzetes tér egyik sarkán ott áll az egykori jezsuita templom a 18. századból. Másik sarkán ott áll most az ortodox templom 4 vagy 5 tornyával. A negyedik sarkon nem áll semmi, de a harmadikon ott van a Szent István torony. A torony, amely egy templomnak a tornya volt, és a műemlékesek nagyon jó ízléssel szépen kirajzolták, hogy merre is voltak annak a templomnak az alapjai. Vettem magamnak a fáradtságot, rozboka ide, rozboka oda. Magas a torony, legfeljebb nem számolom, hogy hány lépcsőt megyek föl. Fölmentem. 2 harang van fönn a toronyban. Az egyik harangon magyar felírás, és a dombormű Szent Istvánt ábrázolja, amint felajánlja a koronát Máriának. Annak az asszonynak, aki nagy jelként tűnik fel az égen, lába alatt a hold, feje körül pedig 12 csillagból álló korona. Nagyszerű volt onnan föntről, még magasabbról, mert volt még jó néhány lépcső, körülnézni és rácsodálkozni a mármarasi bércekre, lenézni a történelmi városra, és csodálatos érzés volt együtt ünnepelni Szent Istvánt vasárnap, itteni idő szerint 6-kor, ottani idő szerint, kelet-európai idő szerint 7 órakor kezdődött a Szentmise. A térre kitettek 1000 széket, nem volt elég. És együtt voltunk. Katolikus, görögkatolikus, református, evangélikus, baptista, magyar lelkipásztorok, akik számára a kereszténység és a magyarság nem egyszerűen üres szólam, hanem ennél sokkal több. Nagybánya, amelyik valamikor bánya város volt, már csak a nevében őrzi, meg a régi toronyban, 1-2 épületben a bányászat megszűnt, de a Szentmise végén, mielőtt elénekelték volna a magyar himnuszt, harsogott a bányász himnusz. Szerencse fel, szerencse le. És a bányász himnusznak van egy egyháziasított változata, amit templomokban énekelnek, ahol szerepel a tárna mélye, de szerepel az Isten irgalma, akiben bízunk, akiben remélünk, életünk válságos óráiban, pillanataiban is. És meg kell, hogy mondjam,
összeszorult a torkom, amikor az ott jelenlévő több mint 1000 ember elkezdte énekelni: Isten, áld meg a magyart. És eszembe jutott, Isten éltessen, Magyarország, a mai ünnepnek így mondják szlogenje. Vajon akik ezt kimondják, gondolnak-e tényleg az Istenre, és gondolnak-e tényleg az életre? Mi az élet? Mi az emberi élet? És mi a magyarok élete? Mi az érték, mi a jó, és mi a rossz? Jó pár évvel írta I.S. Gyula a következőket, a Haza a magasból című versből idézek. Jöhet idő, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni, bátrabb újhont a múlt időkben fürkészni, mint a jövendőben. Mi gondom áll az én hazám már védőben minden magasságnál, csak nézelődöm, járok, élek, fegyvert szereztem, bűv igéket. Már meg is osztom, ha elmondom, milyen egy biztos, titkos otthon. Dörmög testvéred sor Petőfit, s köréd varázskör teremtődik. Ha új tatárhad, ha kufárhad özönli el a tiszta tájat, ha útjaink megcsavarodnak, mint giliszta, ha rátapodnak, te mondd magadban behúnyt szemmel, csak mondd a szókat, miktől egyszer futó homokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Tudunk-e még magyarul? Meg tudjuk-e nevezni a körülöttünk lévő világot anyanyelvünkön? Vajon tényleg birtokba vesszük-e, vagy pedig pusztulunk, veszünk, és mint oldott kéve széthull nemzetünk, és feloldódunk egy nagy semmiben. Mert Szent István mit tett? Európához kapcsolt bennünket, a kereszténység nyugati formájához, bár korábban már a magyarság találkozott a bizánci kereszténységgel is, nem idegen tőlünk, nyugat se, kelet se, két világ határán álló nép vagyunk. Európához kapcsolt bennünket abban a reménységben, hogy Európa majd megtart bennünket. És hol van az európai kereszténység? Valahol olvasom, komoly hit próbában állunk. Nekünk itt nyugaton nem olyan keresztény üldözés jutott, mint Szíriában, Iránban vagy Észak-Koreában. Nem veszik le a fejünket, nem akasztanak fel, nem éheztetnek halálra. A mi küzdelmünk szellemes síkon zajlik, a sátán hazugságaival, aki kezdettől korlátokat szabó Isten ellen lázítja az embert. Nem szabad meghátrálnunk. Istennek a világ soha nem lehet bírája. A világ téved. Istennek van igaza mindig. De sokkal kényelmesebb nem tudomást venni az isteni igazságokról. Sokkal kényelmesebb azt gondolni, hogy enyém ez a világ, és kisajátítok mindent. Sokkal kényelmesebb, mint felelősséggel leborulni Isten előtt, és törődni embertársainkkal,
megőrizni értékeinket, hagyományainkat, közösségeinket, családunkat, népünket, nemzetünket. Heisenbergtől idézek, ha megkérdezzük a nyugati embert, mi a jó és mi a rossz, miért érdemes küzdeni, és mi az, amit el kell kerülni, látni fogjuk, válaszai a kereszténység etikai normáit tükrözik. Akkor is, ha réges-rég elveszítette kapcsolatát a keresztény parabolákkal és szóképekkel. Ha egy nap kimerül a mágneses erő, amely felé a nyugati ember iránytűje mutat, és mi más lenne ez, ennek az erőnek a forrása, mint a lényegi rend, akkor iszonyatos dolog történik az emberiséggel, rosszabb az atombombánál, a koncentrációs tábornál is. És mit tapasztalunk? Azt tapasztaljuk, hogy mintha itt Európában kimerülőben lenne az a mágneses erő, amely felé minden ember ösztönösen is igazodott. De az Isten helyébe bálványokat teszünk, és a legnagyobb bálvány maga az ember. Ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ismerjük a kísértőnek ezt a kijelentését az evangéliumból. Ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. Véges látszat javakat imádnunk, ahelyett, hogy tudnánk fölemelni a szívünket. Szent István erre tanított bennünket, hogy emeljük föl szívünket, hogy adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert méltó és igazságos, hogy neki adjunk hálát. Aki minden nehézség ellenére még mindig megtartotta maroknyi népünket. Minden kísértés ellenére még mindig jelen van Európában a kereszténység, sok helyen már csak nyomokban, de még mindig jelen van. Újra eszembe jut a nagybányai élmény. Az egykori bányavárosban megszűnt már a régi tevékenység, de bányász egyenruhában állnak oda díszőséget gyertyával a kezükben, és lámpással az egykori bányászok utódai Szent István szobra mellé, mert tudják, hogy a hagyományoknak igenis van megtartó ereje. Vajon mi, akik itt együtt vagyunk, tudunk-e úgy énekelni, mint ahogy ott énekelt az a több mint 1000 ember, akik számára valóban létkérdés, az életben maradás kérdése, hogy ragaszkodunk-e a gyökerekhez, vagy sem. Ne gondoljuk, hogy azért, mert nekünk független, önálló államunk van, nem fenyeget bennünket az, hogy egyszer csak elsöpör, mondjuk így, a nemzetközi gazdasági érdekek vihara. És akkor nem másodlagos, harmadlagos, sokad rangú lesz, hogy keresztények vagyunk-e, vagy magyarok, hasznosak vagyunk-e, vagy sem,
produktívak vagyunk-e, vagy sem, jól felhasználjuk-e a pénzt, és költünk-e eleget, hogy mások gazdagabbak legyenek. Szent István nem ezt akarta. Szent István számára fontos volt a jövő. Fontos volt a rend. Ezért adott törvényeket. És fontos volt a tradíció, az áthagyományozás. Ezért írja meg az Intelmeket fiának, Imre hercegnek. Tekintsünk magunkba, mi az, mik azok az értékek, amelyeket mi leírnánk úgy, hogy tovább hagyományozzuk, hogy átadjuk az utánunk következő nemzedékeknek. Vajon tiszta értékrend volna-e ez? Vagy pedig egyszerűen csak használati utasítás az egyre fejlődő technikai eszközökhöz? Valami belül kell, hogy változzék. Belül kell, hogy újra felvirágozzék. Belül kell, a szívünk legmélyén kell, hogy megérezzük, igenis, az Istenhez tartozunk. Beengedjük-e az Istent az életünkbe, vagy pedig egy teljesen szekuláris, egy teljesen profán világot akarunk felépíteni, ahol a jövőt felzabálja a jelenlegi kevesek gazdasági érdeke. Isten, áld meg a magyart. Urunk, add, hogy hűek lehessünk gyökereinkhez, kereszténységünkhöz, magyarságunkhoz. És így is Gyula mondja valahol, a szél kihívásaira a fa gyökereivel válaszol.